Fiúsapák meccsekre járnak. Hordják a srácokat focizni vasárnap. Állnak az esőben és anyázzák a bírót, vagy nem anyázzák, de kiabálnak nagyon. A fiúsapák tanítják, hogy kell kötényt adni, lábról levenni, kidolgozni pár ámulatba ejtést. Sok köténytől épül a státusz, és bomlanak a fűzők. Kürti László Lányos apák című versét Csúlya Imre színművész szavalja. A költőnek júniusban jelent meg Apajegyek című verses kötete, melyet a Máté Szalkai Képes Géza Városi Könyvtárban mutattak be a közönségnek. Egy korszakról szól, és mindenféle korszakokat élünk, és a korszakjainkban felfedezhető az, hogy mennyit változunk az előzőekhez. Vannak fontos és számomra is kedves kötet időszakok, vagy életidőszakok, amelyekre jó visszaemlékezni, vagy jó belőle felolvasni későbbiekben is, hogyha esteken alkalom adódik erre. És aztán vannak olyan alkalmak, és vannak olyan időszakok, ami most ért be, ahol tényleg az apasság kérdésköre is fölmerül, azoknak a lányos apai minőségnek a sajátossága és aspektusai, illetve még azok az ügyek, amikor már tényleg az ember létösszegez egyúttal. Tehát ez a Kosztolányi korabeli kérdéskörök, hogy akkor, ha 40 éves elmúltál, akkor valójában hogyan forgolódsz az ágyad, és mi történik a világ belátásával és beismerésével. A Balassi emlékkarddal kitüntetett költő verseit Csúlya Imre Jászai díjas színművész olvasta fel. Nem először. Az alkotók barátsága közel 10 évre nyúlik vissza, több kötet bemutatót, előadást tartottak közösen, szerte az országban. Kürti László szerint Csúlya Imre előadásmódja úgy egészíti ki, lakja be szövegeit, hogy sokszor ő maga sem ismer rá a verseire. A színművész számára is kihívást jelentenek ezek a költemények. Meg kell dolgozni érte, szóval én meg szeretem az ilyen melós dolgokat, de van valami különleges a Kürtibe. Ahogy mondtam is itt, vagy próbáltam elmakogni, hogy olyan, mint a mecsekbe a szerpentin. Szóval kanyarog ide, oda, jobbra, balra, kettős kanyar, hajtőkanyar, és aztán a célegyenesbe meg egyszer, amikor kiszabadít és kitágítja a világot, és oda visz, ahonnan elindult tulajdonképpen. Most ezt nem tudom jobban megfogalmazni, de valami ilyen érzésem van. Szóval, hogy cikázik az agya, néha látszólag össze-vissza, de mindig egyik fakad a másikból. És ezek, hát ilyen asszociációk is, emlékek, Ahogy az ember fejébe összecsapnak ezek a régi dolgok, születésről, halálról, szülőről, gyerekről, családról. Na, szóval nagyon izgalmas. Kürti László 2023-ban 2 kiadványt tervez megjelentetni. Legújabb versei mellett prózai írásait is olvashatja majd a közönség.